Szeretnék nagyon röviden most már az értékeinkről is beszélni, hiszen azért örülök neki, hogy nem a Parizerpártnak a fórumára mentek el, és igenis vannak olyan értékeink, amelyeket meg kell védenünk a 21. században. Ráadásul ugye az országgyűlési választásokkal egy napon lesz egy népszavazás is, amelyet a kormány írt ki. És most nem a konkrét kérdéseken szeretnék leragadni, hanem arról szeretnék beszélni, hogy az ember nem gondolta volna, hogy le kell írnunk egy alaptörvénybe azt, hogy az anya nő, az apa meg férfi. Az ember nem gondolta volna, hogy eljutunk idáig. De ami Nyugat-Európában van, hogyha arra tekintünk, akkor azt kell mondanunk, hogy ez teljesen jogos. És az egész nem arról szól, hogy milyen jogai vannak a homoszexuálisoknak, meg milyen nincsen. Az egész arról szól, hogy a gyerekeinket összezavarják. Arról szól az egész, hogy azokat a támpontokat, amiket mi szülők átadunk nekik, azokat elvegyék tőlük. Hogy ne tudják, hogy mit jelent az, hogy család. Ne tudják, hogy mit jelent az, hogy nemzet. Mit jelent az, hogy te magyar vagy. Mert ha nem tudja, hogy ki ő, ha nincs ezzel tisztában, hogy honnan jött, hogy mit jelent a szülőföldjéhez tartozni, akkor egy könnyen manipulálható fogyasztóvá züllesztető. És ez a cél. Az, hogy család, kérem szépen, az jelent valamit. Azt nem lehet felcserélni bármi mással. Mi most itt összejöttünk szombat délután beszélgetni, nem vagyunk család. Ettől még nem vagyunk család. Nem baj, hogy nem vagyunk család, egy nemzethez viszont tartozunk. Közösek az ügyeink. Ezt megvitatjuk, megbeszéljük. De nem vagyunk család, az mást jelent. Mást jelent. És a gyereknek tudnia kell, hogy mit jelent a család. Mit jelent az, hogy az ő szülője róla gondoskodik, őt támogatja, felneveli, ruhát ad neki, enni ad neki, tanul vele, játszik vele, megtanítja biciklizni, megtanítja úszni. Mit jelent a szülőség? Az, hogy szereti. Az anyja szereti. És az apja szereti. Érte dolgozik. Érte kell fel reggel. Ő az élete értelme. És ezt támadják meg. Ezt akarják szétzilálni, hogy a társadalom atomizálódjon, hogy kiszolgáltatottak legyenek a gyerekeink. És ezt nem hagyhatjuk. Az, hogy magyar, az jelent valamit. Tanulom a kislányommal a János Vitézt. Nekünk van János Vitézünk. Ez a közös kultúránknak a része, amit én továbbadok a gyerekemnek. És nekünk is továbbadták a mi szüleinknek, nekik is az ő szüleik, és így tovább. Nekünk van kultúránk, van himnuszunk, van ehhez érzelmi kötődésünk. Tudjuk, hogy mit jelent az, hogy szülőföld. Tudjuk, hogy milyen érzések kerítenek minket hatalmába, ha meglátjuk a magyar zászlót. És megint Nyugat-Európára kell utalnom, mert van egy 9 és egy 8 éves fiam, akik óriási foci lázban égnek. És tavaly néztük mi is a foci Európa bajnokságot, és akkor szembesültem azzal, hogy én nem tudom a gyerekeimnek elmagyarázni, hogy mi az, hogy német. Mert ránézek a német foci válogatottra, és az egyik fele afrikai, a másik fele meg török. Attól, hogy fölvesz egy német mezt, attól ő nem lesz német, azt én is fel tudom venni. Ez a német útlevéllel rendelkező emberek válogatottja. Az nem a német válogatott. Nézzük meg, hogy 25 évvel ezelőtt hogy nézett ki egy német válogatott. Nem Boatengekből, meg Özilekből állt. És az, hogy magyar, azt a kulturális közösséget, azt az eredetet, azt a közös múltat és közös jövőt, közös hazát jelenti, ami nekünk megvan. És hiába jön ide egy bevándorló, minden tiszteletünk az ő kultúrája iránt is, de neki nincs meg. Neki nem ez van meg. És attól, hogy ő ide költözik,
attól ő még nem fogja tudni, hogy ki az a Kukorica Jancsi, Tündérország királya. De mi tudjuk. Mert mi megtanultuk, nekünk ezt átadták a szüleink, átadták a nagyszüleink. Nekünk ez a kultúránk. Neki egy másik kultúrája van. És ha ezeket a kultúrákat összekeverjük, akkor el fognak tűnni. Akkor el fognak tűnni. El fog tűnni a magyarság kultúrája, hogyha mindenféle bevándorlókat ide beengedünk a saját kultúrájukkal. És ezt nem tehetjük meg. Nem azért kaptuk örökül a János vitézt, hogy mi azt elveszeljük, hanem azért kaptuk örökül, hogy továbbadjuk. Hogy mi is megtanítsuk a gyerekeinknek, majd ők is az ő gyerekeiknek, és ők is az ő gyerekeiknek. Mert magyarok vagyunk. És ez jelent valamit. Jelent valamit. És ezt meg kell védenünk. És ezek az értékeink. Másoknak is vannak értékei. Másoknak is vannak. Az az ő kultúrájuk, az ő országukban annak kell érvényesülni. De nálunk meg hadd érvényesülhessen a magyar kultúra. Mert ez a mi kultúránk. Ez a mi feladatunk. A mi küldetésünk. És mi azt szeretnénk, hogyha ezeket megőriznénk. Mert ezek fontosak. Ettől vagyunk valakik. Amikor tanulom a kislányommal a János vitézt, én akkor vagy, attól vagyok valaki, hogy édesanyja vagyok. Hogy magyar vagyok. És ezt odaadom neki. Odaadom neki. Ezeket az értékeket mi meg szeretnénk őrizni. Meg szeretnénk őrizni. Bármilyen támadás éri is ezt, mi azért szeretnénk az országgyűlésbe menni, hogy kérlelhetetlenül megvédjük ezeket. Akár az LMBTQ lobby támadja, akár a bevándorlók támadják, akár az Európai Unió támadja, bárki támadja. Ehhez kérjük az önök támogatását is. Hogy megmaradhassunk családoknak, magyaroknak, a saját hazánkban.